Vélemény videó következik az osztály szerkezetről Egyes vélemények szerint itt van a képen például, azt mondja, az osztály szerkezet egy vírus. Hol van? Class is a virus, itt van. Osztály az egy vírus. Más vélemények szerint az objektum orientált programozásnak a mai napig is létjogosultsága van. Mi az utóbbi véleményt inkább osztjuk, mint az előbbi véleményt, helyt hagyva Erik érvelésének, hogy bizony, amit mond, abban van valami, ennek ellenére nem javaslom Erik véleményét követni, amennyiben egy programozási nyelvet dolgozunk ki. Nos, akkor ez a összefoglalója, hogy mi fog történni ebben a videóban, megnézzük az osztályszerkezetet, megnézzük, hogy miről van szó. Bemutatkozom addig is Zsolt, vagyok a programozáskarrierhu itt a szoftverfejlesztéshez és karrierépítéshez szükséges képességeket fejlesztjük. Jelenleg a klubunk zárva tart, hamarosan nyitunk újra, úgyhogy ott akár élőben is tudunk konzultálni a konzultációs alkalmakon, amelyek a klubhoz tartoznak. De, mint mondtam, most még zárva vagyunk, ezért most csak mutatom, hogy az oldal az érvényes, majd nyitáskor lehet csatlakozni. Nos, akkor nézzük meg, hogy mi az objektumorientált programozás JavaScript-ben. Erre hoztam is egy szép kis shopping kartot. Ezt egy kicsit kisebbre teszem, mert felkészültem most erre a videóra. És ezt egyébként egy amerikai órámon írtam meg, mert kérték, hogy mondjak példát. És itt arról szól, hogy van például egy úgynevezett shopping kartunk, ugye ez egy bevásárlókosár. Egy objektumorientált programban a class kulcsú, az annyit mond, hogy osztály. Az osztály egy úgynevezett tervrajz. Ez egy tervrajz a valós világban, vagyis a valós világ modelljében előforduló konkrét egyedekre, és ezeket a konkrét egyedeket objektumoknak hívják. És itt a konkrét objektumok Alfrednek a bevásárló kosara, és Mariának a bevásárló kosara lesz. Ezek konkrét egyedek. Maga az osztály pedig tulajdonságok, properties, tehát tulajdonságok és műveletek, angol operations. Tehát tulajdonságok és műveleteknek az egységbe zárt együttese. Ez azt jelenti, hogy Alfrednak és Mariának a bevásárlókosarán, mindkettő bevásárló kosár, ezek a bevásárlókosarak ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, csak más lehet az értékük, ugye mindenki más csak a kosarába, de attól még a kosárba lehet dolgokat belerakni. És ugyanazokkal a műveletekkel rendelkeznek, tehát Alfrednak a kosarának az összértékét ugyanúgy ki tudjuk venni az értékből, mint Maria kosarának az összértékét. Tehát erről szól az objektumorientált programozás nagy vonalakban, és ha megnézzük, van egy konstruktorunk, itt egy felhasználó nevet adunk, ezt eltároljuk a this kurszó segítségével, hogy a this az azt jelenti, hogy a konkrét objektumra vonatkozik, de mivel mi tervrajz szinten vagyunk, ezért nem tudjuk, hogy melyik a konkrét objektum. Mindegyik objektumra nyilván vonatkozik, de hogy ennek az objektumnak, amelyet ebből a shopping cartból hoztunk létre, példányosítottunk itt a New Operator segítségével, ennek az objektumnak a user nevét mentjük el a konstruktorban. A konstruktor az annyit csinál, hogy létrehoz egy új objektumot egy osztályból. Ezt hívják példányosításnak. És az itemek kezdetben üresek. Aztán van egy ilyen műveletünk, add item, hogy van egy terméknév és egy termékár. És az itemek be, amelyeket el tudunk érni, pussal beletesszük a végére ezt az objektumot, amelyben van egy név és egy jár. Nyilván ez rövidített jelölés, írhatjuk volna azt, hogy price 2. price az ugyanazt csinálja. Jó, csak én használom az úgynevezett Object Property Shorthand Notation-t, azaz objektum tulajdonság rövidített jelölést, amely JavaScript-ben 2018 óta rendelkezésre áll objektumokra. Nos, akkor ez az add item hozzáad egy új itemet a shopping carthoz, ez pedig a get total, amely visszaadja az össz értéket. És látjuk, hogy létrehozzuk a shopping kartokat, a Mariának a kártyába hot beletesszük a Whatever Phone nevű fantasztikus terméket, 599 egységbe fog kerülni, és konzolokkal pedig kiírjuk mindkét kartot, ugye gettó total hogy mennyi van benne. És az egyikben 599 lesz, a másikban meg nulla. És ez a végeredmény. Erről szól az egész, és ugye ezeket a gettótolokat, meg add itemeket mindegyik kartra lehet értelmezni, ezért van az objektumorientált program. Az objektumorientált program a mai napig népszerű, sőt használandó, különböző programozási nyelveken és JavaScript sem feltétlenül kivétel ez alól. Mégis egyes vélemények, például Eric Elliotnak a véleménye, amely eléggé, eléggé népszerű egyébként, sok tapsot is kapott, azt mondja, hogy ne használjunk a class -t. Azért, mert JavaScriptben nem az történik, tehát egyrészt azért több okból mondja, egyrészt azért, mert JavaScriptben nem az történik, hogy van egy objektumorientált szerkezet, mert a JavaScript másképp objektumorientált, mint a többi programozási nyelv. És a JavaScriptben az objektum ez egy beépített elsődleges valami, és az objektumnak nál a az objektumorientált programozást inkább a prototípus öröklés határozza meg, a prototype inheritance, prototípus öröklés, és nem az objektumorientált programozás. Ez konkrétan, ez a osztály szerkezet, amelyet itt látunk, ez csak egy úgynevezett szintaktikus édesítőszer, szintaktik sugar, amely annyit csinál, hogy olyan formába hozza az egyébként JavaScript-ben teljesen másképp, másképp uh, folyó folyamatokat, hogy, uh, hogy mások felismerjék, akik nem javascript voltak. Például a Type of Shopping Cart az egy függvény, mert amikor, amikor egy osztályt létrehozunk, az valójában egy függvény az szokott történni, hogy amikor egy konstruktor függvényt hozunk létre, a konstruktor függvénynek a tartalma az konkrétan a konstruktor. Tehát amit te itt konstruktorban láttál, most ezt még egyszer ideírom, hogy lehessen látni, amit itt konstruktorban láttál, ez lenne a shopping cart konstruktor függvénynek a tartalma. Meg is tudjuk nézni talán, nem biztos. Shopping cart. Így van. Tehát itt most az, illetve nincs így, mert így az, itt most az osztályt hozza ki, nem a konstruktor függvényt. Na most a shopping cart, mint konstruktor függvény, ennek van egy prototípusa. És ez a prototípus, ez rendelkezik egy add item, meg egy get total művelettel. Meg ott van a konstruktor is. Úgyhogy ez így néz ki. Valójában írhatnánk ezt az egészet úgy is, hogy egy függvény, function shopping cart, ez benne is van valahol a tanfolyamunkban, de ezt egy ilyen lényegtelen dolognak írjuk a karriered építési szempontjából azért, mert nem így fogsz írni objektumorientált programot, hogy függvényekkel fogod írni, jó? De ettől függetlenül meg lehet tanulni. Szóval itt van ez a shopping cart prototype, itt vannak a műveletek. És ha szeretnél egy új műveletet, shopping cart.prototype, get item count egyenlő function és uh, itt visszaadjuk return this.items.length pontos veszük. És mostantól kezdve, ha fogjuk a Mariának a kártyát, és meghívjuk rá a get item countot, akkor megkapjuk az egyet, mert egy termék van a kosarában. És ha az Alfrednek fogjuk a kártyát, akkor ott meg nulla lesz, jó? Tehát így működik, így tudunk prototípus szinten műveleteket hozzáadni a. különböző objektumokhoz. Ezért van ezért olyan jó az objektumorientált programozás általánosan, nem feltétlenül a JavaScriptben általánosan. De mivel a prototípus öröklés JavaScript-ben másképp működik, és az egész csak egy felhúzott máz arra, amit valójában objektumorientált programnak hívunk, ez, ez az egyik oka annak, hogy különösebben nem kedveli Eric Elliot az objektumorientált programozást. Van másik ok is, a másik okot pedig a Gorilla Banana Problemnek hívja gorilla, lehet, hogy nincs ebben a cik, ez a gorilla banana probléma, amelyben az objektumorientált programozás ellen tiltakozik konkrétan Eric Eliott. Nézzük meg, hogy van ilyen, itt, hogy go, hát most a, hirtelen a gorilla banana probléma rákeresni egy kicsit nehéz lesz, de, de összességében a, meg is kérdezhetjük a chatgpt t hogy a, miért gondolja Erik Elliot a JavaScript objektum orientált programozásáról, hogy rossz. Objektum orientált a szintaxisáról, hogy rossz. És akkor meg tudjuk nézni, hogy mit gondol erről a JavaScript fejlesztő és író. A prototípus alapú röklés mondja, hogy ez másmilyen, könnyen hibázható és uh, túl sok lehet a dolgokat megvalósítani, modern JavaScript lehetőségben funkcionális programozás felé is el tudunk menni. Rendben van. Többen is hangsúlyozzák ezt, hogy erőteljes sokoldalú nyelv az objektumorientált részei nem mindig könnyen kezelhetőek. Ez valamilyen szinten igaz is. Tehát most védem Eric Eliottot is. Meg másokat is. Meg magamat is, mert tudom, hogy az objektumorientált programozásban egy-két dolog hiányzik, Privát kulcs szó az azért van benne, jó? Tehát most már vannak, vannak privát mezők, JavaScriptben is. De több minden nincs benne. De ettől függetlenül le tudjuk írni a programot, és gyorsan és könnyen meg tudjuk írni ezt az egészet. És mondom akkor, oké, okay, mi ennek a gorilla-banán problémához? Nézzük meg, hogy mit mond erre a chat GPT. A gorilla banán probléma, angolul gorilla banana problem. A szoftverfejlesztés terén egy metafora, amely arra utal, ez nagyon érdekes, hogy néha egy egyszerűbb, kevésbé bonyolult megoldás jobb lehet, mint egy túl bonyolult. És az eredete úgy néz ki, hogy egy gorillát bámulva a szakértők különféle módszereket próbáltak ki, hogy a gorilla fülelésére és cselekedeteire reagáljanak és vannak egyszerűbb megoldás, és vannak bonyolultabb megoldások. Ez nem az Eric Elliot gorilla-banán problémája, hanem az, hogy ez egyszerű, könnyebb, mint a bonyolult. De ezt fogta Eric Elliot, és átforrította a szoftverfejlesztésben, hogy hogyan tudunk túlbonyolítani egy megoldást, és ez nem jó. De Eric Elliot azt írta, hogy az a gond, amikor a gorilla fog egy banánt, a banán kapcsolódik, a banán pedig kapcsolódik az egész junglehöz, vagy a dzsungelhez, és ez egy objektum orientált programra túl bonyolított. Tehát konkrétan ő azt mondja, hogy ö, ö, van egy objektumunk a gorilla, a konkrét gorilla, amely a gorilla osztálynak egy példánya. Van egy banánobjektum, amelyet a gorilla fog, és a kettő között van egy kapcsolat. A banán és a banán osztálynak egy példánya egy banánobjektum. A banán objektum lóg egy fán, a fa az is egy objektum, a adott típusú fának egy példánya. A fa pedig kapcsolódik a dzsungelhez, ugye új összességében, és akkor most hol állunk meg ebben a bonyolult modellben? És itt van az, hogy egyre inkább túlbonyolítjuk az egészet. Ezért mondja, objektumorientált program nem olyan jó. Tudjátok mit? Van benne igazság. De most akkor fejezzük be az objektumorientált programok tanulását? Fejezzük be az objektumorientált programok írását? Amikor állásinterjúra megyünk, és objektumorientált kérdést kapunk, akkor mondjuk azt, hogy nem, 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 az túl bonyolított, én azzal nem akarok foglalkozni, én funkcionális programozásra vagyok hajlandó, álljatok át ti is arra, és akkor majd együtt tudunk működni. Hát akkor ki fognak vágni az interjúról? <laughs> nem, nem jó. És gyakran a funkcionális programozás irányba mutat, ezt én mondtam is. De mégis, mégis annyian használnak objektumorientált programot most 2024-ben és még később is, hogy ezt kihajtni hatalmas probléma lenne, hatalmas viccel lenne. Másik, tegyük fel, hogy valamit köszönhetünk ennek a JavaScript nevű valaminek, hogy a kliens oldali programozásnak az egyik, ha, hát a legelterjedtebb nyelve, na. a JavaScript, az a legelterjedtebb nyelve, de az egyik legnépszerűbb programozási nyelve mai napig. Az, hogy van egy osztály szintaxisa, olyan, amilyen. Ez azt jelenti, hogy más programozási nyelvekből jönnek JavaScript-be fejlesztők fejleszteni, és örülnek. Örülnek, boldogak, hálásak annak, hogy JavaScript-et tudnak tanulni, ezzel tudnak foglalkozni, és könnyebb a feladatok JavaScript-ben, mint például Java-ban. Hogy ez miért van, ezt majd egy másik videóban megtudod. Ennek a videónak lesz egy másik része, a Java meg a JavaScript objektumorientált modelljének az összehasonlítása, majd levonod a következtésként, hogy melyiket szeretnéd használni. Ezt, fogom, ezt a kódot fogom átírni java -ra. De, azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem, nem, ez, ez nem szép, ez nem jó, ne használjunk objektumorientált programot, nem merj ezt használni, akkor... Ezek az emberek azt mondják, hogy ja, hát akkor nem jövök, nem írok Jávaszkriptet, én csinálok, megcsinálom, maradok backend fejlesztő, vagy nem tudom valami más fogok csinálni, Jávában írom tovább a programjaimat, mert ez, ez alapból azt hallottam róla, hogy nem jó. Pedig megoldja a feladatot, és ez a lényeg. Megoldja a feladatot, van rá fizetőképes kereslet, akkor mi tart vissza? Nehéz benne programozni, nem? Tehát elfogadjuk a hibáit, kezeljük a hibáit, mégis karbantartható kódot írunk, amennyire csak lehet, de nem akadunk fent ezen a, ezen a dolgon, hogy most fúj objektumorientált program funkcionálisan akarok írni. És azok az emberek, akik azt mondják, hogy funkcionális programot akarnak írni, első dolog, amit elkövetnek JavaScript-ben, használnak egy forít segédfüggvényt, amely funkcionális programozásként értelmezve a forít annyit tesz, hogy visszaad undefined-ot. Tehát semmit nem csinál. Ja, hogy a for each-nek a segédfüggvényében szerettél volna valamit írni? Elmondom, hogy miről van szó, mert ez azt mondják, írok funkciális programot, tegyük fel, hogy van mondjuk egy ilyen, hogy 1, 2, 5, pont, for each, és akkor itt van egy függvény, hogy van az itemünk, és az itemmel nem tudom, összegezzük ezeket, jó? Let sum egyenlő nulla, és Sum plusz egyenlő item és konzol.log.sum és ide egy 8-ast tudok elképzelni most ezt az egész shoppingkartot én most kommentbe teszem ez most nem érdekes és nem kell ezt újra és megkapod a 8-at, látod itt van a 8 és működik de ez nem funkcionális program attól, hogy valaki ilyen függvényeket használ meg ilyen array prototype extension array több prototípus kiterjesztéseket használ ettől nem ír funkcionális programot ez a sor egy mellékhatás, side effect. A tiszta funkcionális programban nincs mellékhatás. Jó? Nincs. Tehát nem tudsz elérni egy változót, amely a függvényen kívül van. Mert ez maga a mellékhatás. Innentől kezdve ez egy mellékhatásos, nem funkcionális program, hanem ez valami más. De mégis sokan azt mondják, nem, én nem használom az osztályszerkezetet, én funkcionálisan programozok, aztán adják nekem a for each -et. Még interjú mondták is, hogy ja, hát én most funkcionális programot írok, én meg fogom a fejem, amikor nem látja, mert éppen nem vagyok benne a kamerában, hogy ez most, ez, ez most komoly vicc, vagy komoly, mert viccnek durva lenne. Egyébként erre is megvan a megoldás, az a reduce, de az egy másik kérdés. Szóval látszik, hogy dogmatikusak vagyunk, nem, nem engedjük a józanészt, hogy mire van piac, mire nincs piac, hanem inkább fúj, ez nem jó, az jó. És akkor azt, abból, amit megértünk a funkcionális programozásból, az azt pedig használjuk, és azt is időnként rosszul. Szóval ha az objektumorientált programmal nincs semmi gond, főleg TypeScript-ben kiváló dolgokat lehet csinálni objektumorientált programmal megvannak a hiányosságai, megvan a túlbonyolításra való hajlam, sok minden megvan. De most álljon meg a menet, valaki, ha látott már IBM WebSphere-t annak idején régen, vagy J2E-t, Enterprise java -t. Az Enterprise java egy fokkal egyszerűbb dolgot fogok hamarosan mutatni, és az is látszik, hogy mennyivel bonyolultabb bennél. Szeretnéd ezt a bonyolultságot mind csinálni? Majd meglátod, hogy igen vagy nem. Ez majd a következő videóban fog jönni. És én azt mondom, hogy ha egy nyelv népszerű, mint a JavaScript, akkor az a lényeg, hogy csábítsuk oda az embereket. És nem az a lényeg, hogy üldözzük el, mert fúj objektumorientált program nem jó. Ez lenne az én véleményem erről a objektumorientált problémáról, a túlbonyolításról, a -banán problémáról. Oldjuk meg úgy, hogy karbantartató, áttekintető, a lehetőségekhez képest egyszerű kódot írjunk, és együtt tudjunk működni másokkal. Ez a legfontosabb. A következő videóban jön a Jáva objektumorientált programozás és a objektumorientált programozás összehasonlítása.